Az írott kövek kavicsok. Ott láttam őket egy halomban. Mindegyik kavicsra egyetlen szó volt írva. Írott kövek. Miért mondtad, hogy reszelni kell és nem vágni? Mit? A káposztát, azt csinálunk estére, nem? Azt mondtad, a káposztás cvekedlit mindenki várja. Fölvágtam az egészet. Nem mindegy. Nem, a cvekedlihez reszelni kell. Akkor most vágva lesz, ne félj, meg fogják enni. De ezzel az erővel reszelhettem volna. Megnéztem a szakácskönyvben. Vágni a párolt káposztát kell. Jó, máskor előbb nézd meg, most legalább már tudjuk. A cvekedlibe pedig ezentúl reszelni fogjuk. Énekelve mondta gúnyosan. Aztán bement a szobába, és becsukta az ajtót. Legszívesebben bevágta volna. Pedig ő volt az undok. Reggel óta ez ment, valamin mindig összeszólalkoztak. Ez a cvekedli is, az ő ötlete volt. Egyszer a barátaikkal nosztalgiázva emlegették a nagymamák káposztás cvekedliét. Szaftosan, jó sok borssal, merengett a barátnője, de a fiúk lehurrogták. Porcukorral, hófehéren, szavalta egyikük, és nagyokat nyelt. Akkor határozta el, hogy egyszer meglepi a menzához szokott éhes társaságot egy hatalmas lábos, lágyan rezgő, borsosan illatozó káposztás cvekedlivel. Az elhatározás még akkor született benne, amikor egyedül élt a nagynényétől rámaradt apró lakásban. Aztán csak tolta, halogatta az alkalmat, maguk közt lassan már szólássá lett az ígérete, majd ha fagy, majd ha meghívnak minket káposztás cvekedlire. Aztán egyszer csak ketten lettek a lakásban. Mint mindig, akkor is hirtelen határozott. Pedig sokáig halogatta, hogy oda költözön-e hozzá a fiú. Tavasszal ismerkedtek meg egy kiránduláson. Nem sokat beszélt, otthonosan mozgott az erdőben. Hazafelé, mielőtt felszálltak a buszra, egy ágdarabbal szakszerűen letisztogatta a sarat a bakancsaikról. Csöndesen újongó felfedezésnek érezte kettejük minden találkozását, mert az volt, nem szerelem. Legalábbis az elején határozottan érezte, ez nem szerelem. Nem ismert még soha ilyen fiút. Valami óvatos, csodálkozó, izgalom nélküli boldogságot élt meg vele. Ilyen is van, gondolta hajnalonta, mert hónapok múlva, úgy karácsony után egyik nap egy kulcsot tett a táskája mellé. Ha akarod, hagyd ott a koleszt, költözz ide. Most benne a szobában nyugalmat próbált erőltetni magára, de nem ment. Nem értette igazán, miért idegesíti fel ilyen apróság, ez az idétlen káposzta. Tudhatta már, hogy ellentétben vele a fiú lassú és alapos. Nem szíveli, ha valami nem jól van, holott lehetne jól is. Máskor örült, ha valami konyhai munkát megcsinált. Most mi bújt belé, hogy bántja és undok vele, mint egy fúria? Olyan vagyok, mint anyám, ha ideges, gondolta riadtan. Elmegyek egy kicsit, döntött, és felvette a kabátját. A fiú a konyhában a káposztát szecskázta. Amikor benézett, a deszka fölött rákacsintott. Összeaprítom, úgy észre se veszik. Amúgy se veszik észre. Én most elmegyek, 2-re megjövök. De nem jött meg 2-re, 3-ra se. Beült a könyvtárba, háttal a teremnek, hogy ne lásson senkit. Már bánta az egészet, hogy épp mára hívták meg a többieket. Tartogatta ezt az estét. Azt gondolta, legyenek csak egyedül. Legyen ez a nap egészen az övék. Éppen 1 éve ismerkedtek meg. 365 napon át vele feküdtem, vele ébredtem, gondolta. Vajon eszébe jut-e a fiúnak? Aztán néhány napja valahogy, megint hirtelen, másképp határozott. Jöjjenek el mindnyájan, legyenek velük, akiket szeretnek. Az órára nézett. Már rég ott van mindenki, már rég esznek. Ő meg itt gubbaszt. Nem tudott eligazodni magán. Azért is dühös lett, hogy jó sokára szedelőcködni kezdett. A lakásban halálos csend, a szobaajtó csukva. A konyhában, a kölcsönlábos alján még van egy kevés káposztás kocka. Akkor veszi észre, az asztalt nagy halom kavics borítja. Közelebb megy. Fehér, rózsaszín, szürke, márványosan erezett, tisztára mosott szép kövek hevernek egymáson. Nagyon sok. Kézbe vesz egyet. Írás van rajta. Egy szó. Tékozlás. Nézi a többit, szavak azokon is. Küzdelem. Könnyek. Álom. Egy szürke kavicson ez. Hála. Egy fehéren. Remény. S a többin alkonyat. Gyermek. Nevetés. Gyász. Élet. Nézi a kavicsokat, és azt gondolja, de jó lesz szépen leülni a földre, és kirakosgatni mindet. Mind a 365-öt. Lassan benyit a szobába, halkan beszól. Ízletnek ikadsz, vekedli? A fiú is suttog. Ízlet, te nem kérsz? De igen, mondja, és hagyja, hogy szedjen neki egy púpozott, jókora tányérral.